Ebben a következő videóban a gyomorsav gyengítő és erősítő tényezőkről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A gyomorsavról szóló videósorozat első részében azt néztük meg, hogy gyakorlatilag szinte minden betegség kisebb vagy nagyobb mértékben összefügg a gyomor savasságával, a gyomorsav mennyiségével. Most pedig azt nézzük meg, mitől van kevés gyomorsav, és mi az, ami gyengíti a gyomorsavat. Azaz mi mozdítja el a pH-ját lúgos irányba. A gyomor átlagosan naponta 2 liter gyomorsavat kellene előállítson, amelyhez sok mindenre szükség van. Először is a kevés sóbevitele, tehát a kevés nátrium-klorid vezethet kevés gyomorsavhoz, mivel a gyomorsav fő összetevője a hidrogén-klorid, azaz a sósav, tehát a kloridra, a nátrium-kloridból, a sóból szükség van a gyomorsavhoz. Ez általában nem szokott gondot jelenteni, mert az emberek többsége fogyaszt elegendő sót, de mégis fontos ezt megemlíteni. Kell a kálium is, a gyomorsavat a hidrogén kálium pumpa termeli, a kevés kálium jelenléte kevés gyomorsavhoz vezet. A káliumról készítettem egy videósorozatot, ajánlom itt a figyelmedbe. A gyomor belseje egy vastag nyálkahártya réteg, ami elvékonyodhat például hosszantartó cink és C-vitamin hiány esetén. Ez az állapot vezet a gyomor fekéhez. Így a gyomorsav termelődés is csökken. Tehát a cinknek és a C-vitaminnak szintén nagyon fontos szerepe van a gyomorsav előállításában. A készítményekkel bevitt túl sok kálcium gyengíti a gyomorsavat, mivel a kálcium egy erős lúgosító hatású, tehát a kálcium tartalmú készítményeket szedünk, azt érdemes abba hagyni kevés vagy gyenge gyomorsav esetén. A kálcium bevitelére szintetikus készítményekkel nem igazán van szükségünk, a kálciumot a legjobb magas kálciumtartalmú ételekkel pótolni, vagy mikroalgákkal, például a litotomnium algákban lévő kálcium jól tud hasznosulni. A nyomelemek hiánya szintén problémát jelent, mert a nyomelemekre szükség van az enzimek előállításához, melyek a fehérjék felépítéséhez kellenek. A földet kizsigerelő gazdálkodás miatt a mindennapi ételeinkben sajnos jelentős mértékben lecsökkent a cink, a szelén, a króm, a mangán, a réz, a jód mennyisége az elmúlt 100 év alatt. A gyógyszerek közül az antibiotikumok, illetve természetesen a gyomorsav csökkentők, lekötők okoznak még kevés, illetve gyenge gyomorsavat. A gyomorsav lekötők pusztító hatásairól egy külön videóban lesz majd szó. A betegségek közül a pajzsmirigy alulműködés, a H. pylori csökkentik a gyomorsavat, illetve a bulémia is ide vezethet, mivel ugye a hányással együtt folyamatosan távozik a gyomorsav is. A stressz komolyan rontja az emésztésünket, többek között gyengül a hatására a gyomorsav is. Az emésztésünkért a paraszimpatikus idegrendszer a felelős, és ezt elsősorban a stressz csökkentésével tudjuk aktiválni. Más szóval nyugodt, ellazult, ingerszegény, tévés, okostelefonmentes környezetben lassan étkezni, jól megrágni az ételeket, kulcsfontosságú mint a gyomor, mint a belek számára. A paraszimpatikus idegrendszer megtámogatásához a 3 legfontosabbak a B-vitaminok, például sörélesztő, méhpempő, a magnézium és a kálium. A túl gyakori étkezés következménye, hogy állandóan van étel a gyomorban, így egyszerűen nincs ideje a gyomornak regenerálódni. A sav és az enzimek folyamatosan munkában állnak, állandóan le vannak terhelve. Ez idővel kimerítheti őket. Az időszakos bőjtöléssel jelentős mértékben fokozhatjuk a gyomorsav termelődését, mert hagyunk 14, 16, 18 vagy akár több órát is a gyomornak, hogy ne az ételek feldolgozásával, hanem saját maga regenerálódásával foglalkozzon. Az ételek lebomlása javul a több nyers étel fogyasztásától, mert a nyers ételekben jelen vannak az enzimek, ha felmelegítjük a zöldségeket és a gyümölcsöket, az enzimek ugye elpusztulnak. Ezért rendkívül fontos minden főtétel mellé salátát, nyers zöldségeket vagy erjesztett zöldségeket is fogyasztani, tehát hosszú távon romlik az egész emésztési folyamat, ha nem eszünk nyers zöldségeket, gyümölcsöket rendszeresen. A silány minőségű ételeknek a gyakori fogyasztása, pizza, hamburger, sült krumpli, sok fehér kenyér, az agyoncukrozott reggeli ételek, műzlik, pejhek rontanak a helyzeten, mivel sem enzimeket nem tartalmaznak, sem rostokat általában, így nagy terhet raknak az egész emésztőrendszerre. És végezetül még egy fontos dolog, ha egyből étkezések után vizet vagy más folyadékot iszunk, azzal felhígítjuk a gyomorsavat, tehát nem lesz annyira koncentrált,
így csökken a hatásfoka, ami szintén az ételek lassabb lebomlásához vezet. A két legfontosabb és egyben legolcsóbb szer a gyomorsav pH értékének a csökkentéséhez, tehát a megfelelő pH helyreállításához, az almaecet és a betain hidroklorid. Róluk is szó lesz holnap a videósorozat harmadik részében. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a gyomor rendbetételéről, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!